Október 29-én és 30-án került megszervezésre a 14. Hungarikumborok és pezsgők országos versenye és a hozzá kapcsolódó borászfórum Izsákon az Arany-Sárfehérbor és Pezsgőrend, a Kunsági Borvidék hegyközségi tanácsa, az Izsáki hegyközség és az önkormányzat szervezésében. 14 éve már, hogy elkezdődött a régi őshonos fajtáknak, az új nemesítési magyar fajtáknak a versenye, és hát jó volt tapasztalni, hogy ez a lendület nem változott, és nagyon sok borászat, szőlőtermelő és gazda benevezett erre a versenyre is. Közel 100 minta érkezett a nevező listák alapján, és hát ebből az előválogatás után közel 80 minta került megmérettetésre. Külön dicséretes, hogy a legnagyobb tételben a Kunsági borvidéken találhatók a régi magyar fajták, és azok az új nemesítések, amelyek szintén itt kerültek legnagyobb területen eltelepítésre. Ezek így az arányokból adódóan is a legnagyobb darabszámmal szerepeltek, és nagy öröm, hogy az eredményeket is, az aranyérmeknek a nagy részét ezekről származó borok vitték el. A benevezett körből 15 lett aranyérmes, 45 ezüstérem és 10 bronzérem született. Hagyományos szőlőfajták és a bortípusok, borfajták jelen pillanatban még nem képviselik magukat megfelelő módon a nemzeti értékpiramis rendszerében. Az én előadásom természetesen nem egy borászat és szőlészeti szakelőadás lesz, hanem a nemzeti értékpiramis szeretném bemutatni a jelenlévő borászoknak és hallgatóknak, mégpedig azért, hogy akkor, amikor már megismerik ezt a rendszert, és látják azt, hogy az, a borfajta az adott településen, az adott településre jellemző borfajta vagy szőlőfajta, tehát a rendszernek melyik szintjén helyezkedik el, akkor már jobban fogják tudni azt, hogy mi is a teendő. Tehát jelen pillanatban igen kevés borszőlőfajta képviseli magát a nemzeti értéktár piramisban. Ugye a tokai aszút mindenki ismeri, a tokai aszú az egy tokai bor különlegesség, ez az egyetlen hungarikum egyébként, úgyhogy ezt is szeretném majd tisztába tenni, hogy jelen pillanatban egyetlen egy hungarikum képviseli a borászatot tulajdonképpen. Viszont a nemzeti értékpiramis az nem csak a hungarikumokból áll, tehát nem csak a hungarikumok gyűjteményéről beszélünk akkor, amikor hungarikumokról és nemzeti értékekről beszélünk, hanem beszélünk a települési értéktárakról, ahol a nemzeti értékeket foglalják össze, beszélünk a kiemelkedő nemzeti értékekről, ez a magyar értéktár fogja össze, és ugye az egésznek a csúcsán áll a hungarikumok gyűjteménye. Minden településnek, és ezt itt fogom hangsúlyozni, minden településnek el kell határozni, meg kell tulajdonképpen önmagukat határozni, hogy milyen irányba szeretnének elmenni. Azokat a borfajtákat, szőlőfajtákat, amik az adott településre jellemzőek, amik ismertek, azokat be kell emeltetni ebbe a bizonyos települési értéktárba, és innentől kezdődik el tulajdonképpen a hungarikum értékpiramisban az élete. Alulról építkező rendszerről beszélünk, tehát mindenképpen fontos, hogy az adott településen létezzen, jöjjön létre egy települési értéktár. Most én ezt egy olyan helyen mondom, ahol kiválóan működik az Izsáki Települési Értéktár, az Izsáki Sárfehér ugye országosan híres, mindenki tudja, hogy miről beszélünk, amikor ez a név elhangzik, de ez nem minden településen van így. Tehát szeretném majd az előadásommal ösztönözni a környező településeket, sőt, járjuk az országot ezekkel az előadásokkal, hogy minden településen, ahol borral foglalkoznak természetesen, ott kerüljön be a települési értéktárba az adott településre jellemző szőlőfajta.